A rendezvényre többek között a környéken lakó kisgyerekes családok látogattak ki, akik már minden évben várják, hogy ilyenkor szeptemberben részt vehessenek egy nyárutó pikniken. A gyerekek nagyon élvezik, mi meg különben is szoktunk jönni erre a tetjei piknikre rendszeresen, és most úgy gondoltuk, hogy az unokáinknak is egy kis örömet szerzünk, mert rengeteg minden van, ami a gyerekeknek kedvező és jó. A rendezvényen részt vett a Védett Társadalom Alapítvány, mely a hagyományos család mellett áll ki. Aktívan részt vesz a hagyományon alapuló védett, biztonságos, szabad és békés társadalmi modell megőrzésében. Amikor a normalitásról beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy ne beszéljünk olyan témákról, amelyek ettől eltérnek. Ne adjunk felületet, ne legyünk partnerei azoknak a beszélgetéseknek, amelyet a másik oldal nagyon is okos spekuláció alapján próbálunk ránk erőltetni. 19. századi hagyományokat elevenített fel a Pécsi Polgári Szalon Egyesület a Tetjei Pikniken, melyet idén 6. alkalommal rendeztek meg. A Tetjei Pikniket szervező Pécsi Polgári Szalon Egyesület a hagyományos európai értékrendet képviseli. Azt a hagyományos európai értékrendet, amely a kereszténységen és a görög filozófián alapszik, ami alapján azt mondjuk valamiről, hogy szép vagy rút, igaz vagy hamis, jó vagy rossz. Ha tetszik, ha nem, ezt a nevelést kaptuk, ezt a nevelést visszük tovább, és mivel ez a rendezvény családokról szól, és ahogy nézzük elsősorban gyerekeknek, a jövő a gyermekeink, és hogyha nem őrizzük meg ezeket az értékeket, és nem adjuk tovább, akár úgy, hogy a homoludenst, a szórakozó embert előhívjuk, akkor elveszítjük a jövőnket. Igazi polgárosodás akkor lesz, ha erős közösségek jönnek létre. Minden olyan alkalom lehetőséget teremt az ismerkedésre, a közös gondolkodásra, tevékenységre. Valamit utána közösen alkossunk, akár mondjuk rendbe tartjuk ezt a környezetet, így közösségé formálódva pedig egy identitás alakul ki bennünk, mecsekiek, belvárosiak, meszesiek és fehéregyiek. Ebből épülne igazából fel a város szövete. Ahogy 51, azt hiszem a városrészek száma Pécset, mindegyiknek ugye megvan a maga kis lakóközössége. Jó lenne, hogyha máshol is lenne ilyen, de örülünk annak, hogy ez van. A korábban Tubes nap, illetve Tüke napot pár éve Tetjei Piknékén nevezett rendezvényt a Polgári Szalon a Baranya megyei önkormányzattal közösen szervezi meg. Az értékválasztás az a kezdetektől változatlan. Ezzel a programon és ezen a rendezvényen is szeretnénk kiállni a hagyományos polgári értékek mentén. Mellett én azt gondolom, hogy soha nem volt akkora szükség arra, hogy kiálljunk a hagyományos családmodell mellett, mint napjainkban. Nem véletlen, hogy ez egy igazi családi nap, amelyet ma megszervezünk. Még 2000 elején pécsi polgárok kis csoportja döntött úgy, hogy elindítja ezt az egyesületet. Akkor Páva Zsolt Pécs korábbi polgármestere volt az elnöke. Most ő is ellátogatott ide. A rendezvényt a Mecsek Táncegyüttes és Táncház zárta.